táncot oktatok, modern táncot, illetve esküvői táncokat és személyjegyzéseket meg kismama tornákat tartok. Az első versenyem 10 évesen volt és Amerikában. Egy évig kint éltünk Amerikában. Főképp modern táncot táncoltam, illetve jazz balettet, vagy pedig musical táncokat. A páromnak ez kihívás igazából, és amikor együtt járunk bulizni, mindig az elején kéri, hogy számoljak be neki, és hogy most körülbelül milyen lépéseket kell csinálni, de az évek alatt azért már belejött, és abszolút ő igazából imádja. Duplán néznek minket, mert hogy ugye szép páros vagyunk, másrészt meg ugye már csak azért is, hogy valaki jól táncolja neki, és addig ő élvezi, hogy körülötte táncolok. Párom, illetve a családom tudják, másoknak még nagyon nem beszéltem róla, mert nyilván előbb kell a visszajelzés, hogy úgymond tovább jutottunk egy szakaszon, és hogyha utána nyilván úgymond megvan az a fajta biztos, bár ugye semmi se biztos manapság, akkor utána majd mindenkinek is, de egyelőre csak ők. Önbizalmilag úgy érzem, hogy talán most állok a legjobban készen. Nyilván vannak még úgymond lyukak, amiket be kell foltozni, de úgy gondolom, hogy az ember folyamatosan fejlődik évről évre, és sose leszünk úgy készek. Szerintem az arcom úgymond különleges, tehát azzal úgy problémám, ahogy már nagyobb lettem, sose volt. Határozott, vicces, motiváltnak tartom magamat, aki eléri a céljait.